cigány, hisz úgy is vége már. Csordulás... 8. osztály, osztályfőnök Mózerné Valenci Zsuzsanna, Andrási Marcell, Battancs Norbert, Cseszakál Vivien, Csővári Gréta, Daka Gábor Barnabás, Faragó Zsanett, Fazekas Márk, Fónyi Petra, Grausza Laura, Kádi Tamás, Kecskeméti Kristóf, Kistóth Bence, Kovács János Norbert, Maglódi Norbert, Markó Dóra, Pap Máté, Pavlovics Misel, Polyácskó Kíra Viktória, Schneider Anikó, Szabó Andrea, Szebelédi Erik, Szkenderovics Tünde, Szlovák Dávid, Vadászi Alexandra, Vajda Réka Klaudia, Vasút Adrián. Tanáraink és társaink, a szívük nem felejt, de kedves város, mint anyán, imád Isten vele. 8. B osztály, osztályfőnökök Szomorné Szepcsik Éva, Vágvölgyiné Jaksa Mónika, Bánáti Zsanett, Barkóci József, Bella Csenger Zsombor, Mózer Kata, Gubán Gergő, Haskó Zsolt, Kertai Rita, Király Nóra Henrietta, Kis Alex, Kócián Balázs, Kovács Hanna, Kusztos Patrik, Lukács Kata, Pálinkás Petra, Pecnyik Fanni, Pivarcsi Norisz, Szota Ákos, Szota Csongor, Rajos Eszter, Rakoncai Rebeka, Sörös Zsófia, Szabó Gabriella Csilla, Szabó Martin, Szent Györgyi Gergő, Szent Páli Alex, Walter Borka, Zsubori Réka. Viszontlátásra hát, viszontlátásra hát. 8. C osztály, osztályfőnök Madarász Boglárka, Feka Péter, Győr Eszter, Györgye Mercedes, Jónás Krisztián Csaba, Kolompár Zsolt Zoltán, Kolozsi Kevin, Kunhegyesi Mercedes Dorottya, Molnár János, Nagy Zsolt, Orcsik Enikő, Pap Tamás, Pintó Lívia, Répás Tamás, Répás Sándor János. Rajta ifja útra fel, innen el kell várnunk. Rajta ifja útra fel, innen el kell várnunk. Menni hív a búcsú éne, messze tűnne elmúlt éve. Véget és ó álmunk, véget és ó álmunk. Üres az osztály, most búcsúzik tőlem, a dalos ajkú sok vidám diák.
Azért vagy itt, hogy mindent láss, hogy értsd a szót, olvasd az írást. Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a porba húj. Nézd vissza most egy percre, nézd az útra. Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka. Nézd vissza, aztán ismét csak előre, s indulj tovább az alkotó jövőbe. Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni. Drága diáktársak, tisztelt tanáraink, kedves szülők és vendégek! Az ember életében teljesen természetesen érkeznek el kiemelkedő események, amelyek életének jelentős, felejthetetlen állomásai, s amelyek emlékezetesek maradnak egész életében. Egy ilyen ünnepi alkalom részesei vagyunk most. Kedves ballagó diákok! Ez a várva várt nagy esemény annak az ideje, amikor szokásos módon búcsút vesztek iskolátoktól, egymástól, tanáraitoktól, itt maradó volt diáktársaitoktól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, éltetek, tanultatok és dolgoztatok az eltöltött itt év 8 év alatt. A búcsúzás megható érzésekkel teli pillanatai ezek. Felemelő ünnepélyes alkalom tanúi és részeseiként vagyunk jelen, szüleitek, rokonaitok, tanáraitok, ismerősök, mindazok, akiket meghívtatok erre az alkalomra, akik valamilyen módon hozzátok tartoznak. Búcsúzás az egyben eddigi életetektől, bizonyos értelemben önmagatoktól is. Visszatekintés korábbi életutatokra, számadás, reptár az elmúltakról, és előretekintés jövendőtök, céljaitok felé. Itt formálódott egyéniségetek a sokat látott és sok mindent megért falak között. A végbe ment változás jelentős. Számtalan az egyénileg és közösen megélt élmény, az izgalommal szervezett és várt osztálykirándulások, a különböző iskolai rendezvények, a mindennapok feladatai, nehézségei, a gyakran megélt öröm és bánat, számos siker és kudarc, időnkénti gondok a tanulásban és az élet más területein, az osztály és az iskolatársakhoz, tanáraitokhoz fűződő viszony, igaz, egész életre szóró barátság. Ezek mind-mind itteni életek természetes velejárói, aktívan átélt, elválaszthatatlan részei voltak, és szorosan ide kötnek benneteket. A tavalyi ballagók arcán már megfigyelhettük az elválás ünnepélyes fájdalmát, most ti is tapasztalhatjátok. Érzelmeitek talán vegyesek, valami újra vágytok, s már most érzitek, hogy hiányozni fognak a barátok, tanárok. Most elhagyjátok az általános iskolát, de a kapuja mindig nyitva áll előttetek. Mindig ide tartoztok, és ide bármikor hazajöhettek. Bárhol is éljetek a világban, bárhova is sodorjon benneteket az élet számos vihara. Vigyétek magatokkal, őrizzétek és adjátok tovább ezt az örökséget, amit kaptatok. Legyetek méltó példaképei az utánatok jövőknek. Őszintén remélem, hogy mindegyikötöknek sikerül megérkeznie, ahol vágyai, álmai vezérlik, és a szeretetteljes búcsúzást az érkezőket köszöntő lelkes üdvözlés követi majd. Elindulunk és járunk az úton, valamit várunk, s azt kergetjük folyton. Az időnk rövid, mégis lehet esély, hogy teljesül egy álom. Az erő kevés és túl sok a csapda, fegyverek nélkül indulunk harcba. És törékenyen állunk, ha jön a vihar, csak reméljük, hogy nem lesz baj. Valaki gyorsan él és bízik a sorsban, valaki lassan és sokszor meg torpan. Választani kell, hogy mi is a cél, a te álmod az hol van. Mert állunk kell, hogy gyermek maradj az életben. De az álmok őriz örökre a szívedben. Sok álmunk kell, hogy gyermek maradj a lelkedben. Az idő múlhat, de az álmok őriz örökre a szívedben.
sose sajnál. Ezennyi emlék, minden apró épés, megszépül majd, amíg a célba érsz. Mert benned is az álmok tengere él, s ez fiatalon tart még. Megtalálom kell, hogy gyermek maradj az életben. Az idő múlott, de az álmok őriz örökre a szívedben. Sok álom kell, hogy gyermek maradj a lelkedben. Az idő múlott, de az álmok őriz örökre a szívedben. Mindenki álmodik egyszer valamit, kicsit, nagyot, csodát, és gyakran valakit. Múltat jelent jövőt, hogy mi volt és mi lesz, drága álma nem fogható semmihez. Megcélozni a legszebb álmot, komolyan venni a világot, mindig hinni és remélni, így érdemes a földön élni. Előtted a küzdés, előtted az álom, az erőtlen csügged, az erős megállja. Bár zord a harc, megéri a világ. Ha az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. A fiatalság lobog a lendülete nélkül, hogy érne emberré az ember? Nehéz vagy könnyű? Beleroskadok? Csak annyit érek, amennyit álmodok. Mert a szívemben a jövőt hordozom, és alkuban már nem bocsátkozom. Senkinek sem kötelesség, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Ma sem volt könnyű élni, nem lesz könnyű sosem, de érdemes volt mindig, érdemes lesz hiszem. Légy töltsva, fergetek, de méltóságos derekát meg nem görbítheti. Ember, vigyázz, figyeld meg jól világod, ez volt a múlt, em ez a vad jelen, és mindig tud, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. A legnagyobb cél pedig itt, a földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Kísérjen az öröm, kerüljön a bánat, siker koronázza további munkádat. Most a ballagon 8-osok búcsúznak iskolánktól. Búcsúzóra szólít, indulni kell, de egy érzés visszatart.
Még annyi mindent kellene tanulni, marasztalnak a már megszokott falak. Asztalunkon virág, ezernyi emlék, az udvaron levélkönnyet hull a tölgy, s a megkoptatott lépcsőkön a gyermek, immárom ifjú felnőtt, elköszön. Szólani kéne, kedves jó tanáraink, mégis most felkészületlenek vagyunk. Megtanultunk mindent, amire vágytunk, búcsúzni bukott diákként hallgatunk. Köszönjük a tudást, amelyet kaptunk, gondos kezetek már tovább nem vezet. Utolsó mosollyal indulunk csendben, köszönjük a boldog diák éveket. Nem búcsúzunk végleg, néha-néha még, bátorító szóra, ki elmegy, visszatér. Visszavár az osztály, hű tanáraink, visszatérő vágyunk, régi álmaink. Tisztelt tanáraink, kedves diáktársaink, drága szüleink, vendégeink! Egy éve még mi köszöntünk el az akkori nyolcadikosoktól, és el sem hittük, hogy eljön az a perc, amikor nekünk kell búcsút mondanunk. Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő szó nekünk. Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Várva várt, hiszen a mai nap rólunk szól. Nekünk állnak sorfalat, a mi kezünkben gyűlik a virág, ma bennünket búcsúztatnak. Nehéz, mivel ezen a napon lezárul életünk egy szakasza. Csak az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Otthon voltunk. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért, mit hol találhatunk, kiben bízhatunk. 8 évvel ezelőtt, mint kis óvodásokból lett iskolások, nagy izgalommal léptük át az iskola kapuit. De tanítóink féltő szeretettel fogták kezünket, s segítségükkel elsajátíthattuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát, és bevezettek a számok rejtelmeibe is. Aztán nem sokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új környezettel, új osztálytársakkal ismerkedtünk meg. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk, mások lettek a gondjaink, mások a céljaink. S az idő egyre csak múlt. S most itt állunk. Ballagó nyolcadikosokként az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kavarognak bennünk, a versenyek erőpróbái, a kirándulások vidám pillanatai. Mosolyogva emlékezünk vissza azokra a napokra, amikor ráébredtünk, hogy hamarosan el kell búcsúznunk egymástól. Akkor kimentünk az udvarra, leültünk a faházba, és egymás szavába vágva meséltük az elmúlt évek eseményeit, élményeit. Szomorúan gondolunk arra, hogy többé már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem mesélünk mulatságos, tanulságos történeteket. Furcsa belegondolni, hogy szeptemberben már nem itt kezdjük az évet, nem várnak ismerős arcok. De sajnos, még ha csak jelképesen is, de megszűnik az a kapocs, ami éveken át összekötött minket az iskolával. Azért csak jelképesen, hiszen a barátságok, szerelmek ezzel még nem érnek véget. Az életre szóló élmények és emlékek is mindig a szívünkben maradnak. Búcsúzunk tanárainktól. Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. Tanáraink szava sokáig kísért bennünket. Igaz, ez az évek során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Köszönetet kell mondanom magam és diáktársaim nevében osztályfőnökeinknek és tanárainknak, a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Kedves hetedikesek, most hozzátok szólunk. Köszönjük nektek, hogy a mai napra ünnepi díszbe öltöztettétek iskolánkat. Ti most átveszitek helyünket, s bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hisz ti lesztek a nagyok. Reméljük, jó példa voltunk számotokra, és az együtt eltöltött éveket nem felejtitek el. Végül szüleinkhez szólok. Hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel, az felsorolni is lehetetlenség. Köszönjük nekik mind azt, amit értünk tettek és tesznek ezután. Igyekszünk szorgalmunkkal
és becsületes életünkkel mindezt meghálálni. Eljött a búcsú ideje. Búcsúzunk tanárainktól, az iskola dolgozóitól, iskolatársainktól, a tantermektől és a titkokkal teleírt iskolapadoktól. Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, ha szürke por belepte. A csöndtől, mikor hang zavarta fel, a hangtól, mikor csöndbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk. Minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mi belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek. A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk. S én mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. Zavaros képek, lehúny szemmel nézett, elsodor a karnevál. Évek óta várod, hogy megértsd ezt a táncot, meg-megáll, körbejár. Furcsa jelmez adnak rád, és úgy tűnik neked, a kerék, és a szállat,
zászló átadás következik. A zászlót átadjuk, őrizzétek becsülettel. A zászlót átvesszük, megőrizzük becsülettel. Kérem Lasztovica László főigazgató urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves diákjaink, tisztelt szülők, hozzátartozók, kedves kollégák! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a 2018-19-es tanév 8. osztályosainak ballagás ünnepségén. Kedves ballagók! Hát eljött ez a fontos nap. Nem azért fontos, mert miattatok öltözött díszbe az iskola. Nem is azért, mert a mögöttetek álló sok vendég a ti kedvetekért van itt, hanem azért, mert befejeződött eddigi életetek egy jelentős szakasza. A tanulmányok első fokát vettétek sikerrel. Tisztelt szülők! Büszkén tekinthetnek a ballagó csinos lányokra és a jó kiállású fiúkra. Az arcukra nézve felvillan a 8 évvel ezelőtti kisgyermek képe, aki az óvodát elhagyva egy új kihívás felé vette az irányt. Akik bátortalanul léptek az iskolába, hogy 8 év múlva, mint a nagyok váljanak meg tőlünk. Ez a 8 év az önök részére, kedves szülők, nagy próbatétel volt. A folyamatosan változó gyermeket irányítani, nevelni kellett. A helyes út megmutatása komoly erőpróba. A rendszeres mindennapi tanulásra való rászorítás több esetben csak részsiker maradt. Az önök által képviselt viselkedési normáknak sem feleltek meg mindig. Feltételezem, a mérgük néha feszegette a szülői szeretet határait. De hát ezért szülő a szülő. Ezért vannak ott ezek a gyerekek, ahol vannak, mert a kritikus pillanatok zömében ott állt mellettük egy aggódó anya, vagy egy szigorú apa. Esetleg fordítva. Aki a nehéz pillanatban támaszt biztosított gyermekének, aki tanácsot tudott adni, lelket öntött a csüggedő diákunkba, és kemény munkával biztosította az anyagi támaszt is. Ez egy hatalmas közös munkánk volt, hiszen egy cél vezérelt mindenkit. A középiskolába átlépve az önállósági törekvéseiket még kevésbé tudják kordába tartani. De a szülőre továbbra is nagy szükség lesz. Szükség lesz a bíztató szóra, a korholásra, de az erős szülői szeretetre is. Azonban az eddig felsorolt nehéz feladatok emlékei egy pillanat alatt elszállnak és eltűnnek, ha gyermekeiket boldogan mutatják sikereiket, hálásan és mosolyogva tekintenek önökre. Köszönöm, hogy gyermekük oktatásának, nevelésének ezt a fontos szeletét ránk bízták, és hogy az elmúlt 8 év alatt mellettünk álltak és segítették munkánkat. Külön szeretném megköszönni a szülői munkaközösség tagjainak egy-egy csokor virággal támogató segítségüket. Kérem, fáradjanak ki! 8. A-osztályban Kistóth Marian és Fazekasnyi Gyurica Mónika, 8. B-osztályban Dankó Erzsébet és Jakab Andrea, és 8. C-osztályban Ádám Ildikót.
Kedves ballagók, itt álltok az iskolai tanulmányok végén. Hosszú idő telt el, mire a kis elsősből nyolcadikossá cserpedettetek. Visszagondolva talán még emlékeztek az első találkozásra barátkozásokra. A rengeteg pozitív és negatív élmény formálta a közösséget és a kisebb csoportok kapcsolatát. Az évek során sok önbizalmat erősítő sikerben és időnként kudarcban is volt részete. A tanulás mellett a tanulmányi, művészeti és sportversenyek vetélkedők területén is kipróbálhattátok magatokat. Mi éveken át megpróbáltunk térképet adni utatokhoz, mai szóhasználattal egy sosem lemerülő GPS tenni a zsebetekbe. Tudást, ismeretet, emberséget, amit próbáljatok meg kreatívan használni az úton, hasznosnak, értelmesnek, eredményesnek lenni, hiszen ezt tanítottuk nektek. Ez volt talán a legfontosabb útra való. Az iskolában figyeltünk rátok, vigyáztuk léteiteket. Sok olyan siker ért bennünket általatok, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Nem csak a verseny eredmények számítanak. Vannak köztetek olyanok, akik a kezdeti döcögős indulás után megkomolyodva, határozott célt kitűzve végezték az utolsó hónapokat. Ezeket a pozitív változásokat is magunkénak érezzük. Sokszínű évfolyam vagytok, ki a tanulásban, ki a nyelvek területén, ki a képzőművészetben, ki a sportban alkotott nagyobbat, de volt, aki az emberségben. Mindannyiótokban ott rejlik a tehetség, kiben így, kiben úgy jelenik meg. Sokszor hosszú évek telnek el, mire felszínre tör, de úgy gondolom, akkor lehettek boldogok, ha azt csináljátok, azzal foglalkozhattok, amit igazán szerettek, és ez az élet kihívásai során is segítséget nyújt. Kedves diákok! Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy porba húj, mondta a költő. Tanáraitoknak tisztelettel adózva joggal bízom benne, hogy sikeresen felkészültetek az előttetek álló új kihívásokra. Megkaptátok az alapokat. Az, aki maga is partner volt ebben, az sok élménnyel gazdagodva, tudással felvértezve hagyhatja el iskolánkat. Minden kiskörösi diákunk, így ti is ballagók, Szedmák Tamás képviselő úrtól és a Kiskörös Kultúráját Egyesülettől egy Kiskörös Története című könyvet kaptatok ajándékba, melyel szűke pátriárkánk kiskörös életét ismerhetik meg diákjaink. Ezt az osztályteremben az osztályfőnökök átadták, és így patriótává nevelnek benneteket. Van, amit csak itt kaphattatok meg. Ilyen a magas szintű angol nyelvtudás. 14-en közületek alapfokú angol próbanyelvvizsgával hagyhatják el iskolánkat. Kérem az alapfokú próbanyelvvizsgát tett diákokat, hogy fáradjanak ki átvenni okleveléket, jutalmukat. Ők Zsubori Réka, Lukács Kata, Walter Borka, Szabó Martin, Szentgyörgyi Gergő, Kócián Balázs, Pecnyik Fanni, Psota Csongor, 8. B, osztályos tanulók, Poyeskó Kira, Battans Norbert, Grausza Laura, Maglódi Norbert, Szkenderovics Tündre és Andrássy Marcell 8. K-osztályos diákok. Gratulálunk nekik! Eredményes írásbeli vizsgát tett Bella Csenger és Káldi Tamás, míg eredményes szóbeli vizsgát Kertai Rita és Szlovák Dávid tanulóink. Nyelvtudásotok valamennyi titeket angolul tanító pedagógus, Aminné Szabó Ildikó, Vágvölgyiné Jaksa Mónika és Kovács Gábor érdeme, amellett, hogy részetekről szorgalom és jó sok kitartás is kellett ennek megszerzéséhez.
Gratulálunk a nyelvvizsgát a gyerekeknek. A további sikeres tanulmányi eredményeink díjait kérem vegyék át Horváth Gézáné főigazgató helyettes asszonytól a következő ballagóink. Földrajz országos versenyen Szentgyörgyi Gergő és Kádi Tamás végzős diákjaink öregbítették iskolánk hírnevét. Gratulálunk nekik. Felkészítő pedagógusuk Mózer György volt. Rakoncai Rebeka, 8. B-osztályos diákunk, a tankerületi német nyelvi vers és prózamondó versenyen elért 3. helyezéséért kap jutalomkönyvet. Felkészítő pedagógus Piszecki Ilona. Gratulálunk. Walter Borka, 8. B-osztályos tanulónk, a tankerületi angol nyelvi vers és prózamondó versenyen 2. helyezett lett. Felkészítő pedagógus a Vágvölgyiné Jaksa Mónika. A tankerületi angol nyelvi kompetencia verseny döntőjében Poyecskó Kira, 8. K-osztályos diákunk, 3. helyezett lett, felkészítő pedagógusa, Aminné Szabó Ildikó. Gratulálunk. Sportterületén labdarúgás sportágban a Diákolimpia országos döntőjében jutottak 8-osaink, akiknek majd csak ezután lesz az országos megmérettetése Egerben. Drukkolunk sikereikért. Név szerint Psota Csongor, Szentgyörgyi Gergő, 8. B osztályos, Nagy Zsolt, 8. C osztályos, valamint Kecskeméti Kristóf és Szovák Dávid, 8. A osztályos diákjaink. Kérem, ők is fáradjanak ki. Felkészítő pedagógusuk, Biácsi Gábor tanár. A nevelőtestület szavazata alapján jó sportoló díjat ebben a tanévben Szlovák Dávid, 8. K-osztályos diákunk nyerte el. A Serleget főigazgató helyettes asszony adja át Dávidnak. Gratulálunk! A TS Gasztró által adományozható jó tanuló, jó sportoló díjat pedig Zsubori Réka, 8. B-osztályos kézilabdás lányunk kapja. Gratulálunk, Réka! Kérem Dávidot és Rékát vegyék át Erzsike nénitől a jutalmat. Haskó Zsolt, 8. B-osztályos diákunk, általános nevelőtestületi dicséretben részesült. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és a versenyeken elért kimagasló helyezéseiért. Zsolt felsőfokú C-típusú nyelvvizsga bizonyítványt szerzett, emellett a tankerületi angol nyelvi kompetencia versenyen 1. helyezést ért el. Tagja volt iskolánk földrajz országos versenyen résztvevő csapatának. Kérem, jöjjön ki, és főigazgató helyettes asszonytól vegye át jutalomkönyvét. A nevelőtestület által adományozható legmagasabb díj a BEM-díj. A nevelőtestület szavazata alapján ebben az évben 2 tanulónk, Lukács Kata és Haskó Zsolt, 8. B-osztályos diákjaink érdemelték ki. A sok szép eredmény mellett ők a tankerületi matematika verseny során a döntőben 3. helyezést értek el. Gratulálunk! Biztosan mindannyian őriztek olyan emléket az iskolánkról, ami töltekező alapot adhat. Számomra és osztályfőnökeitek számára is
van néhány emlék, ami veletek kapcsolatban örökre megmarad. A fiúk labdarúgó eredményei. Erik szegecses ruhái és különleges hajviselete. Zsolti éles esze és gondolkodása. Zsófi állandó mosolya jelentett minden esetben számomra jó kedélyt. Gábor és Norbi, akik szívesebben töltötték a nagyszünetet a szekrénybe elbújva, mint az udvaron, ők, akikre nem lehetett haragudni. Kata ízes hangja, Michel, aki 8-ra megtanult mosolyogni, Réka, akire mindig lehetett számítani, és Borka rajzai villanak fel előttem, aki a női egyenjogúság nagy harcosa is egyben. Ezt tapasztaltam biológia órán. Albert Camus egy helyen azt írta, senkinek nem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni, mint hallottuk a hetedikesektől. Ezt kívánom nektek én is. Tudjatok embernek lenni minden pillanatban, és amikor majd 30 vagy 40 éves osztálytalálkozón eljöttök az akkori bembe, az akkori igazgatónak azt mondhassátok, boldog emberekké lettünk, melyhez az alapot itt kaptuk meg. Ebben a tanévben nem csak tőletek búcsúzunk el, kedves nyolcadikosok, hanem két pedagógusunktól is, akik ugyan már ebben az évben nem tanítottak, felmentés idejüket töltötték, így most adhatom át nekik a pedagógus szolgálati emlékérmet. Kérem Lengváriné Bárány Máriát és Szomorné Szepcsik Éva tanárnőket, hogy az emberi erőforrások minisztere által adományozható kitüntetést vegyék át. Szintén búcsúzunk technikai dolgozóinktól, akik nyugdíjba vonulnak. Szlama Zoltán, Szent Györgyi József karbantartóinktól és Barát Lászlóné Zsuzsika takarítónőtől. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk nekik a nyugdíjas éveikben. Kérem Zsuzsikát, Zolit és Józsit, hogy fáradjanak ki, hogy megköszönjem munkájukat. Kedves búcsúzó nyolcadikosok, részei voltatok az iskola életének, mi is része voltunk a ti életeteknek, ez így van rendjén. Vigyetek ebből el mindent, ami szép volt, használjátok belátásotok szerint, csak arra emlékezzetek, amire érdemes, azt idézzétek fel, ami hasznotokra válik, amiből építkezhettek azon a bizonyos úton. De a legfontosabb, hogy kezdjetek el élni. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak. Mikor körbeállnak, s az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni. Kezdjetek el élni. Isten veletek, szerencsés és boldog utat kívánok mindannyiótoknak. Thank you.
Üres az osztály, most búcsúzik tőle, a dalos ajkú sok vidám diák, az együtt töltött szép napok emléke, szívemnek cseng, mint szép álom világ, amíg az osztályt nézem elve rendbe, az én szemem is, mintha könnyes lenne, a sok-sok emlék vissza-vissza vár, üres az osztály, nincs lakója már, üres a fészek, elrepült belőle, a dalos ajkus lusva csirta már, az árnyas erdők dalos csacska őre, ki tudja merre, mely határba jár, amíg a fészket nézem el merengve, az én szívem is, mintha üres lenne, vadén.